Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozatfilmjét. A gózgyilkosság. Jó napot, Gósz úr! Jó napot! A feleségem itt van még? Sikerült megint elkésnem. Kint van még a terepen. Azt mondta, hogy 11-re jöjjek. Csak nem érte valami baleset. A feleségét? Tud ő vigyázni. Hiszen ez... ez a feleségem lova. Valaki rám lőtt. Uram, meddig kell még várnom? Egy kis türelmet, azonnal. Meg akarták ölni a feleségemet. Egy kollégám mindjárt behívja. Az a felületi sérülés? Tessék? Nem, a feleségem... A kollégánk azonnal kérdezik, bocsásson meg. Bocsásson meg, sürgős esetünk van. Sietnünk kell. Gósz úr? Én vagyok. Jó napot. A hölgy apja? A férje vagyok. Értem. Tessék. Köszönöm. Ez gyilkossági kísérlet volt, nem is lehet vitás. Biztosítsanak a feleségemnek rendőri védelmet. Én csak a bejelentését veszem fel a főnököm helyett. Ő dönt erről. Csak annyi biztos, hogy az erdőben leadtak egy lövést. A feleségének szánták. Hát ki másnak? Hiszen eltalálta a lövés. Nézze, valami őrült is tehette. Egy pszichopata. Csak úgy rálőtt valaki véletlenül a feleségére. Uh-huh. Tucatnyi ilyen esetünk van. Sajnos. Vagy gyanakszik valakire? Én? Ha ölni akart a tettes, akkor miért csak egyszer lőtt? És mellé. Majdnem mellé. Talán azt hitte a tettes, hogy talált a lövés. Óhajt ebédelni? Meleg még az étel. A felesége nem jött haza? Nem, ő kórházba került. A feleségemre rálőtt valaki. Ebben a viszonylatban jelentős a fejlődés. Tessék! A bátyja keresi. Azt mondja, sürgős. Hát akkor mit tehetünk? Kapcsolja. Halló, Gregor? Csak nem ég a ház, ne haragudj, de... Rálőttek Ingridre. Mi? Igen, néhány órája. De hála Istennek él. Horzsolta a lövést. Kórházban van. Fogalmam sincs. El nem tudom képzelni, hogy ki lőhetett rá a feleségemre. Tőlem kérdezed? Miért ne kérdezhetném? Mindenkitől megkérdezem. Az Istenért, Thomas, várható volt ilyesmi. Én óva intettelek attól, hogy elved. Most láthatod miért. Az a környezet. Miféle környezet, mi? Mondd csak, beszélj csak világosabban. Az a mutatványos millió, amelyben felnőtt. Milyen alakokkal került ott össze? Például velem. Akadnak ott bőven gyanús alakok. És te? Éppen te? Te félted tőlük Ingridet? Én téged féltelek, a bátyámat és persze a családot. És nagyon kérlek, az ég szerelmére ne keverd bele a családunkat. Ingrid a családhoz tartozik. Igenis, a családunkhoz tartozik. Azt hittem, hogy együttérzés kapok tőled, részvétet. Ingrid halott is lehetne, hát nem érted meg? Halott! Halott! Thomas! Az Isten szerelmére, Gósz úr, mi baja? Hozzon gyorsan vizet. Halló, Thomas! Azonnal! Halló! Halló! Halló, Thomas! A családja sose békült meg a felesége származásával. Tudom. Artista családból származik. Na és? Cirkuszban szerepelt. Hisz ez tisztességes munka? Vagy talán szégyelni való, hogy artista? Miért kiabál velem? Sajnálom, bocsásson meg. Nem mondtam semmi rosszat.
A kutyafáját nagy szerencséje volt. Felületi sem, a tettesnek nincs nyolna, persze, csak úgy lövöldöznek az erdőbe azok az őrültek. És most keresd meg. Micsodát? Tessék? Mit keresek meg? Azt hittem, sose figyelsz rám. Rálőtt valaki egy nőre a perkai erdőben. Eltalálta, de csak a karját. Itt az anyag. Nézd, neked is szól. Oldja csak meg az a tacskódát. Az a szuper agyú, ragyogó képű. Nézd csak meg, aláírás Róte. Aláírás Róte. Ez az ő ügye. Csak helyettesíti Bergert a szabadsága alatt. Néhány nap már csak Harry. És mert nem jut előre, átpasszolja nekem. Nem kedveled? Nem. Mert szebb fiú nálad. Az orvos szerint pár nap és hazamehetek. Igen, nekem is mondta. Mi újság van? Találtak már valami nyomot? Nem, nem semmit. A világon semmit. Nem is csoda, egy fiatal gyakornok vezeti a nyomozást. Egy helyettes. Szóval a rendőrségnek sem vagyok fontos. A legfontosabb vagy a világon, Ingrid. De úgy látom, hogy csak neked. Igen, nekem. És még annak is, aki rám lőtt. Jó estét. Az édesapja telefonált, kéri, hogy hívja vissza. Igen, köszönöm. Kérem, szóljon, ha vacsorázni óhajt. Jó, köszönöm. Ghost konzul lakása. Egy pillanat türelmet, uram. Tessék. A fia Tomás van a vonalban, konzul úr. Igenis, konzul úr, kapcsolom. Tomás? Miért nem telefonáltál nekem azon nyomban? Miért az öcsétől kellett megtudnom, hogy mi történt? És vele kerül az újságba is? Úgy. Szóval azt hiszed? Erősen remélem, hogy nem említenek nevet. Hogy ne aggódnék emiatt? Nagyon is aggódom miatta. Elvégre a család jó híréről van szó. Először is a feleségemről van szó. Ne felejtsd el, valaki rálőtt. A feleségem életéről van szó. Na igen, igen, de azért ne vesd el a súlykot. És ne sértődj meg mindjárt. A jó hírnév könnyen odavész. 20 évi házasság után elválsz Elénától. Papa! Hallgass, még nem fejeztem be! És azzal, amit most művelsz, nem csak magadat, hanem az egész családot tönkre teheted. Azokkal az őrült pénzügyi tranzakciókkal. Most kell megbeszélnünk ezt a témát. Papa, semmi okod nincs a nyugtalanságra. Én megfontoltam. Hallasz engem? Igen. Igen, itt vagyok még. Az most a legfontosabb, mire jutnak a rendőrség emberei, érted? Mit állapítanak meg? Csak ha ezt tudjuk, akkor óvhatjuk meg a család becsületét. Igenis, ez a legfőbb célunk. És ebben remélem, te is megértesz bennünket. Az első a család. Igen, a család, tudom, csak azt ne érje semmi kár, persze. Gondolom, talán arra is kíváncsi vagy, hogy van a menyed. Lassan javul. Átadjam az üdvözleted neki? Jó. Igen, értesítelek mindenről. Igen, papa. Köszönöm. Apa. Mondtam már, hogy semmit sem tudok az egészről. Gyanúja sincs? Semmi? Nulla a köbön. Féltékenység? Nem féltékenység volt a háttérben? Nem. El nem tudom képzelni, hogy mi. Na de azért a korkülönbség a lánya és a veje között, ugye, akárhogy nézem, nagyon jelentős. Aztán mit számít az, ha mind a ketten boldogok? Nem volt barátja, bármint a lányának. Mielőtt férjhez ment, biztosan volt. De én soha se avatkoztam a dolgaiba. Kérdezze a lányomtól, holnap kiengedik a kórházból. Tudom. A többieknél volt már? A felső 10 000-nél, a konzulnál például. Senkit sem hagyunk ki. Köszönöm.
Te következel. Hagyd ki belőle Brunót. Szóval nem mondtál neki Brunóról semmit? Név szerint nem. Csak vigyázva, úgy néz. Köszönöm. Na. Beállok a kocsival, jó? Isten hozta! Isten hozta, asszonyom. Csak, hogy újra itt van. Annyira örülök. Igazán? Kedves Messner asszony, én is örülök. Nem sok hia volt, hogy ne térjek vissza. Micsoda boldogság újra itthon lenni. Főzzek teát, uram? Igen, legyen szíves. Az álszent perszóna. Annak örült volna, ha megszabadult tőlem. Ugyan, drágám, hogy mondhatsz ilyet? Tudom, tudom. Ez egy gyöngycem, pótolhatatlan. 20 éve anyáskodik veled. Ingrid. Bocsáss meg, nem úgy értettem, csak az a baj, hogy... Nem akarsz leülni? De. Ó, bocsáss meg, fájdalmat okoztam. Á, nem. Az a baj, hogy aki hozzád tartozik, gyűlöl engem. Dehogy. De igen. Mert te gazdag vagy, én meg... Mert te fiatal vagy. Mert szép vagy. És mert szeretlek. Szeretlek, Ingrid. Szeretlek. Jó napot, konzul úr. Jó napot. Hol van a fiam és a menyem? Hazajöttek már? Az előbb jöttek meg. Igen. És visszavonultak a nagyságos úrék. Nem baj, azért jelentsem be. Igenis, konzul úr. Szabadak a bátyát? Nem, köszönöm. Papa, ez aztán meglepetés. Rosszkor jöttem talán? Á, nem, dehogy. Azért jöttem, hogy üdvözöljem a menyemet itthon. Szabad, ugyebár? Hogyne, papa, foglalj helyet. Remélem, megmondtad neki, hogy én soha életemben nem tettem be a lábam kórházba. Sem betegként, sem látogatóként. Igen, tudja. Nem üsz le, papa, Ingrid mindjárt jön. Remélem, nem vette zokon tőlem, hogy nem látogattam meg. Ingrid megérti a dolgot. Nem vett közül le? Köszönöm. És most egy nyílt kérdés. Valóban az a szándékod, hogy a vagyont átiratod a feleségedre? Az. Mindent? Igen, mindent. Miért éppen most? Miért lőtt rá Ingridre valaki? Nem volt-e célja vele? Célja? Talán az, hogy ne kapja meg a pénzt. Azt az átkozott pénzt. Abba, hogy elvetted, még csak beletörődtem. Nehéz szívvel. Igen.
De abban nem, hogy átírasd az egész vagyont ő rá. Azok az emberek kihasználnak mindkettőtöket. Igen, Ingridet is, hogy meggazdagodjanak. Papa, borzasztóan örülök. Ne fáradj, maradj csak ülve. Hogy vagy, Ingrid? Köszönöm, amit látod jól. Hozhatok valamit? Teát, kávét? Köszönöm. Szeretném, ha tudnád, hogy fájlalom, ami történt. Túl vagyok rajta. Igen? Nézz a szemembe. Talán félsz tőlem? Kellene? Nincs semmi okod rá. Nem is félek. Tőled nem. De én félek. Őt féltem. Senki nem akar ő neki rosszat. Senki sem. Akkor ki lőtt rá? Valami őrült. Szerencsétlen véletlen volt, de szerencsésen végződött. És ezt meg fogjuk ünnepelni. Meghitt családi körben. Melyik család lesz az? A te családod? Az ő családja? Ma este. Vacsorával az én házamban. Hogy van a karod? Már jobban, köszi. Remek. Szevasztok. Tomás. De örülök, hogy látlak titeket. Az a fő, hogy jól van. Te vagy a legjobb kutya. Hála Istennek nem volt olyan nézés. Örülök, hogy ilyen hamar rendbe jöttél. Köszönöm. Szevasz, Ingrid. Szevasz, Bruno. Céltáblának használt valaki? Szerencsére nem mesterlövész. Nagyon aggódtam, érted? Bravo! Hello, Tomás. Bruno, te mindig célba találsz. Gyertek be! Beszélnem kell veletek. Örülök, hogy újra látlak. Bruno megint fellép veletek? Csak gyakorol. Nem lesz itt már több fellépés. Alig maradtunk. Nincs értelme. Itt vacsoráztok? Nem, sajnos nem, már meghívtunk. Ma estére van már programunk, de holnap szívesen eljövünk. Bruno, gyere be te is. Te nem nyúlsz most a hónunk alá. Felköthetjük magunkat. Igen, megtenném szívesen, de hát... Tomás természetesen olyan... megtartja a szavát, ugye? Igen, hát persze. Már hétfőre be vagyunk jelentve a közjegyzőhöz. Megkapod a hullámvasutadat. Örülsz? Igen, nagyon örülök. Nem is tudom, hogy hogyan köszönjem meg. Nem a kedvedért teszi. Férfeleség vagyunk, vagyis mindenben egyek. Együtt tesszük azt, amit teszünk. Mindnyájatokért. Beleértve Bellót is. A vén és béna kutyát. Vajon ki lőhetett Ingridre? Ki gyűlöli annyira, hogy a halálát akarja? Nem tudom, hogy ki. Az egész családot gyűlöli. Az apád, az öcséd, az egész... Hagyd ki ebből a dologból a családomat! Ha veszekedtek, akkor én elmegyek. Bocsáss meg. Ki mondta azt, hogy inkább megölöm, mint hogy ahhoz a... hogy hozzámenjen feleségül? Én. Igen, én mondtam. Na látod. Nincs értelme a gyanúsítgatásnak. Tudjuk persze, hogy nem te voltál. Nem. Én ennél jobban célzok. Inkább engem lőtt volna le.
Köszönöm, asszonyom, köszönöm. Ó, ez Gregor lesz. Parancsoljon. Jó estét. Jó estét. Papa, bocsáss meg. Jó, jó. Nagyon kérlek, bocsáss meg. Verena biztosan mondta, hogy... Igen, kimentettelek. Igen, ülj le. Feltartottak az irodában. Nem tudjátok, ti mi a pontosság? Behozhatom a levest, uram. Legyen szíves. Ingrid, meg akartalak látogatni a kórházban. De el kellett repülnöm Londonba. Én meg persze Gregorral együtt akartam. Nem baj, ne aggódjatok emiatt. De bizony mindnyájan nagyon aggódtunk, és mindnyájan nagyon örültünk, hogy egy enyhesebben megúsztad. Igen, köszönöm. Londonban voltál? Igen, villámlátogatáson. Neil beütöttem a szerződést a Tempest és Field-del. Elbing is benne van. Köszönöm. Aha. Jó, gratulálok. Köszönöm, papa. Nálad mi újság van? Mit akarsz hallani? Én nem voltam Londonban villámlátogatáson. Nem jelenthetek sikert. Egyébként is köztudomás, hogy az én kedves öcsém uram jobb üzletember nálam. Igen. Köztudomású. Éppen ezért kérdem, hogy állnak a te ügyeid. Nekem most más gondom van. Aha. Ha így folytatod, tönkremész. Azt akarod, hogy a feleséged megint kutyákat idomítson? Na, odáig csak nem fajul a dolog. Hogy tönkre menne, tudja ő, mit tesz. És a tervei nem maradtak titokban. Ám bár nem tudom, jól hallottam-e. Csak ugyan egy hullámvasutat finanszírozol? Honnan tudod? Így van? Igen, hullámvasut félét. Nagyon érdekes terv, és én támogatom. Ha biztosra venném, hogy érdekel benneteket... Mi? Egy hullámvasut? Egy sajátos hullámvasut féle, állandó helyjel. Lesiklópálya, amely jól beleilleszkedik egy adott terepbe. Persze hegyi terepbe. Egyformán nyújt tájélményt és szórakozást. Lesz benne két függőleges hurok is. Ezekben az utasok fejre fognak állni. Fejre fognak állni? Megmondanád, mire jó ez? Nem értem a kérdést. Akkor megismétlem. Mi az ördögre jó az, hogy kiskocsikba ülnek be az emberek, aztán lerobognak egy hegyoldalán? És közben kétszer is fejre állnak. Inkább az a kérdés, hogy megéri-e, amennyibe kerül? Mennyi a költségvetés? Muszáj ezt éppen most. Ez a terv milliókba kerül, milliókba, Thomas. Ki rángat bele ilyen üzletekbe? Nézzük végig, hogy tönkre mész, mert az lesz a vége. A tieid állnak mögötte? Ti hajszoltátok bele? Igen, ezt a kérdést biztosan fel kell tenni. De nem most, és nem így. Most kell feltenni, és pont így. Gyere! Sajnálom. Homan, egy kis salátát. Ingrid! Ingrid! Az ég szerelmére! Ingrid! Ingrid! Drágám! Nem. Hönes! Elburít a kapus mellett! Gól! Tessék. Ezről szó sem lehetett. Igen, remek kiugrás volt.
megérdemli a nagy ünneplést. Igen, azonnal megyek. A tettes valószínűleg egy autóból lőtt, és pedig onnan, az utca szemközti oldaláról. Töltényhüvely nincs. A férj szerint rögtön a lövés után elhajtott egy kocsi. Ez az egész, amit ki tudtunk szedni belőle. Nagyon kikészült szegény ember, emlékszel rá, ugye? Igen. Akkor csak könnyen sebesült meg a nő, nem vettük komolyan a dolgot, és most halott. Messner asszony, a házvezetőnő, akkor már aludt, tehát mostanáig nincs tanunk, aki valamit hallott vagy látott volna. Mi az eredmény? 4-0. A minden itt már 4. Ki lakik a szemközti házban? Egy nő, már csak a neve Linda Corvin, egyedülálló festő. Nincs most itthon, de nem is utazott el. A szomszédok még látták az este. Ott állt a lámpafényben. Tökéletes céltábla. Gószúr! Gószúr, itt a rendőrség! Hát most jönnek, amikor már késő. Most? Nagyon sajnálom. Miért nem vigyáztam jobban? Hiszen tudhattam volna, én tehetek róla, csak is én. Gószúr! Messner asszony, jöjjön velem, kérem. Most? Az orvosunk majd rendbe hozza, jöjjön csak. Okvetlenül ma kell kihallgatni? Nem, holnap is ráér. Az első feleségével, Elenával, Gószúr 20 évig élt együtt. Mikor vált el tőle? Már 4 éve. De nem az új asszony miatt vált el. Akkor még nem is ismerte. Az új asszony nagyon lentről került ide. Vagyis a cirkuszból, ugye? Mhm. Egyelőre ennyit. Hogy is hívják? Messner. Messner asszony, köszönöm. Hogy van, Gószúr? Már jobban, nyugtatót adtam be neki. Nem viszik el, ugye? Nem, nem hiszem, nem. Szegény ember. A halotti bizonyítványt kiállítottam, jelentés holnap. Jó, doktor úr, viszlát. Viszlát. Minden házat végig kilincseltünk a közelben. Sehol semmi. Nem láttak semmit, legtöbben a lövét sem hallották. Aha. És a szemköz lakónő, mindig elfelejtem a nevét, Corvin asszony. Még mindig nincs otthon. Talán megjön még. Reméljük. Ja, és doktor Maul, egy szomszéd az utcából azt állítja, hogy Corvin asszony sűrűn kimarad éjszakára. No csak, honnan tudja? Szomszédok. A tetemet elszállíthatják? Igen. Elviszik a holtestet, oké? Okay? Igen. Hogy van most a férj? Jobban. Elaludt az injekciótól. Úgy látom, a házvezetőnő nagyon oda van érte. Na igen, elvégre több mint 20 éve került már a házba. Igen. És akkor még fiatal lány volt, és biztosan csinos. Ma is látszik rajta. Igen, rendkívül érdekes család ez. A férfi egy ismert nagyiparos fia, az asszony pedig mi is volt? Mutatványos, kutyaidomár, vándorcirkuszos. Ez persze nem tetszett a házvezetőnőnek, és a családnak végképp nem, mondja a házvezetőnő. Jó napot! A rendőrségi ura? Igen. És hárman? Derrick, Klein felügyelő és Rothe bűnügyi gyakornok. Jöjjenek. Köszönjük. Az ön kocsia? Igen, jöjjenek. Tessék. Ha sejtettem volna, mi történik, hazajövök tegnap este, de ki számít ilyesmire? Corvin asszony. De gyönyörű. Mozart. A G-dur szimfónia lassú tétele. Kedves Corvin asszony. Zavarja a zenét? Mozart soha. Halkítom egy kicsit. Corvin asszony, figyeljen ide. Ön mondott valamit, ami nagyon fontos. Igen, hogy a barátnőmnél voltam tegnap este, kocsival Starnbergben. Azt. Ellenőrizhetik, hogy ott voltam-e. Igen, megtesszük. Iszogattunk egy kicsit, és én úgy soha nem vezetek, szóval csak reggel hazajöve tudtam meg. Szörnyűség, micsoda szörnyűség. Azt mondta nekem telefonon, hogy láttam tegnap a gyilkost.
Igen. Halasz el a megbeszélést Kejlel délutánra. 2-től érek rá. Az nem számít, most nem mehetek be. Majd hívom újra. Na jó, hadd mutassam meg. Nézzék! Éppen itt a garázsom előtt. Itt állt a kocsi. Eloltott lámpával. Egy egészen közönséges autó, közepes méretű. Olyan, amilyenből ezer van, sötétkék. Szóval látom, hogy ül benne valaki. Egy férfi. Oda megyek hozzá, és látom, hogy furcsán lejjebb csúszik, és elfordítja a fejét. Most már értem, nem akarta, hogy lássák. Szóval a szélvédőhöz lépek, kopogok. De a pasas nem moccan. Na gondolom, mi van ezzel? Kinyitom az ajtót, kigyullad a belső lámpa. Erre ő feléjed és rám bámul. Én meg ő rá. Mit csinál, kiáltja, és elkapja az ajtót. Itt áll pont a garázsom előtt, mondom, szeretnék kihajtani. Erre ő kirántja a kezemből az ajtót, és becsapja. Sötét lesz, előbb rá pár méterrel. Ez hülye, gondolom. Beszállok és elhajtok. Asszonyom, azokat a rajzokat bent ön készítette? Igen. Le tudja rajzolni azt az embert, az arcát? Hát persze. Remek, jöjjön. Ez az az ember. Biztos, hogy ilyen volt az arc? Igen, biztos. Csak néhány pillanatig látta. De nagyon tisztán. És gyakorlott szemem van. Tudja, fél évig éltem Párizsban gyors rajzolásból, a kocsmákat járva. Lerajzolhatom magát. A profilja nagyon érdekes. Ó, nem, nem, köszönjük most nem. Ez a kép, ez viszont segíthet. Ugye megengedi, hogy lemásoltassuk. Megcsinálom itt. Hány példány kell? 2-3 elég egyelőre. Mióta ismeri Gósz urat? Hát, kb. 3 éve. Mióta itt lakom? És jól? Milyen jól? Csak jól. Nem úgy, ahogy gondolja. Hát ez rettenetes. Én nem is értem. Hogy tudtad meg? Mester asszonytól. Hívtad már apád? Nem. Egyszer úgyis megtudja. És örül majd, hogy meghalt Ingrid. Elment az eszed? Hogy mondtad ilyet a papáról? Ti tettétek vele, ti. Ti tettétek vele. Megőrültél, Tomás? Csak azt nem tudom, hogyan csináltátok? Hogyan? Én az öcséd vagyok. Hallod, az öcséd? Szeretlek, nem ártok neked. Itt vannak a rendőrségi urak. Most ne, nem érek rá. Köszönöm, Messner asszony. Jó napot, jobban van? Derrick. Gósz. Az öccse, ugye? Igen, örvendek. Akkor hívlak majd. Sietnem kell, viszontlátásra. 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 Várjon egy pillanatig. Sajnos nem tudok semmit. Köszönöm, Messner asszony. Azonnal visszajövök. Amit mondhatok, elmondtam már a kollégájának. Ismeri ezt az embert? Mi ez? Miféle kép ez? Ismeri? Nem, sajnálom, de nem. A gyilkos? Talán mégiscsak eszébe jut róla valaki, akit ismer. Nem, senki. Azaz, hogy... Igen? Egy pillanatig az egyik cirkuszosra emlékeztetett, de nem, nem. Sajnálom. Hát, tartsa meg, talán mégis eszébe jut valaki. És akkor hívjon fel ezen a számon. Rendben, de nem hinném, hogy... Viszontlátásra. Viszontlátásra. Corbin asszony látta ezt az embert tegnap 8 óra körül egy kocsiban a háza előtt. Talán a gyilkos? Látta már valaha ezt az embert? Nem tudom. Az arca valahogy ismerősnek rémlik, de nem tudom honnan.
Megtarthatja a rajzot, talán még eszébe jut. Kérem, adjon időt rá. Hiszen most már semmi sem sürgős, ugye? Hívjon fel bennünket azonnal, amint tudja, vagy tudni véli, ki ez az ember, jó? Megértette? Igen, igen. Gyanakszik valakire? Nem. Dehogy. Ne fogjon bele semmibe a saját szakállára. Nem, sajnos nem. Nem ismerem. A fiatalasszonyhoz, Isten nyugosztalja, néha nagyon fura alakok jártak. De ilyen képű nem. Soha se láttam. Mondja, kedveli magát, Gósz úr. Szóval, milyen a viszonyuk? Én már... A viszonyunk? Úgy érti... Nem. Hogy is gondolhat ilyen? Olyan képtelenség. Én csak házvezetőnő vagyok, semmi más. Látom, mindig a legrosszabbat gondolja az emberekről. Biztosan a hivatásával jár. Nem gondolhatok olyan rosszat, amin én nem láttam rosszabbat a munkám során. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Kész vagy, Harry? Igen. És? Semmi eredmény. Most mit akarsz tenni? Az lesz a legjobb, ha visszamegyünk a kapitányságra. Fél órával ezelőtt tudtam meg, hogy mi történt Ingriddel. A kert felől jöttem, mert talán figyelik a házat. Jobb vigyázni. Ha megtudják, hogy ismersz egy mesterlövészt... Te mindent hallottál, amiről itt beszéltünk? Igen, hallottam. Azt mondják, ilyen. Tudom, hogy ismerem valahonnan, de nem emlékszem, hogy honnan. És ha emlékeznél? El tudod képzelni, mennyire gyűlöltelek? Azt gondoltam, hogy a pénzeddel vásároltad meg. Pedig az enyém volt. Bocsáss meg. Ingrid megesküdött. Megesküdött, hogy már rég szakított veled. Hagyjuk most ezt, Tomás. Tudom, hogy rosszul ítéltelek meg téged. És te épp úgy kikészültél, mint én. Eszembe jutott, hogy ki ez. Ki ez az ember? Ki? Egy vállalati bálon találkoztam vele. És láttam párszor az öcsém üzemében. Hát sajnálom, de egyik sem az. Nincsenek csodák. Túl szép lett volna. Hát, köszönöm, asszonyom. Kár. Igyekeztem segíteni. Tessék! A felesége jött el. A feleségem? A volt felesége. Engedjen, Messner asszony. Tomás, hogy nézel ki? Ne haragudj, de nem vártam látogatót. Köszönöm, elmehet. Most tudtam meg, hogy mi történt. Hát ez rettenetes. Szeretném, ha tudnád, hogy mennyire sajnálom. Igen, köszönöm. Megint iszol? Talán csodálkozol? Nem. De nem old meg semmi problémát. Az, problémának ha megint... nevezed? Tomás, az élet megy tovább. Ki kell bírnod valahogy. Ettél ma egyáltalán? Nem, ugye? Ettől mindig megfájdul a gyomrod. Szólok meg... Hagyjál, nem akarok most enni! Bocsáss meg. Úristen, de szörnyű ez. Segíthetek valamiben. Kell, hogy valaki melléd álljon.
Elena, el tudod képzelni, hogy a családom keze volt ebben a gyilkosságban? Mi? Hogy a gyilkost ők bérelték fel. Az öcsém, az apám. El tudod képzelni? Mi okuk lett volna rá, Tomasz? Meg voltam győződve arról, hogy én elherdálom az egész vagyont. Tönkreteszem magamat, a családot. A feleségem kedvéért. Ez talán nem elég ok rá? Tomasz, te megőrültél. Nem. Ezt verd ki a fejedből. Képtelenség. Költözzel innen. Menj el. Ez a ház, ez a környezet. Még őrületbe kerget a végén. Majd elmúlik. Elmúlik. Úgy szeretnék segíteni. Köszönöm, Elena. Köszönöm. Igen. Terjung. Szerintem Terjung ez. Nézze csak meg. Nagyon hasonlít rá. Szerintem is ő. Uh-huh. Hol találom Terjungot? Fogalmam sincs. Az öccse elbocsájtotta. Ma reggel. Rosszul érzi magát? Hozzak egy pohár vizet? Köszönöm, ne. Meg tudja adni Terjung címét? Igen. Hát hogyne? Rolman utca 36. Furcsán viselkedett Gósz az imént. Sose láttam ilyennek. És aztán egyszer csak kis híján elájult. Itt járt tegnap az a tejfeles szájú rendőr, aki olyan furákat kérdezett. Róte a neve. Kapcsolja majd, ha végeztünk. Jó, hívom. Tessék, uram. Bocsásson meg, Thomas Gósz vagyok. Terjung úr, itt lakik magánál? Igen, miért? Itthon találom? Elutazott. Ma reggel, váratlanul. Gondolom, ön a főnökének, Gósz úrnak a bátyja, ugye az? Igen. Tessék, uram, jöjjön be. Köszönöm. Elutazott. Ma reggel. Lóhalálában. Eljött érte egy finom úriember. Főnök. Így szólított a Terjung főnöknek. A tulajdonöcsém. Egy magamban élek. Teljesen visszavonultam mindentől. Mindentől? Teljesen? Elnézést, de nekem az a benyomásom, hogy ön még mindig... Nos hát, én úgy látom, hogy mind a két fia azt teszi ma is, amit ön akar. Ez a benyomás téves. Bocsánat. Tessék. Igen. Melyik fiam? Tomasz vagy a másik? Bocsánat. Papa? Igen, én vagyok. Elnézést, hogy zavarlak, de sürgős a dolog. Ha jónak látod, kérlek. De ne később 7:30. Rendben van. Igen, tehát, mint mondottam, én nem tudok segíteni ebben. Bizonyára többet tud már, mint én. Az édesapja is már kétszer telefonált. Igen, mindjárt. Hívjam fel, és Derek főfelügyelő a gyilkossági csoporttól. Ő mit akart? Magát. Mi? Beszélni magával.
Gósz Internacionál. Egy kis türelmet. A bátyja az. Adja ide. Tessék, Tomás. Köszönöm. És a papa? A papa beleegyezett. 7:30, pontosan. Igen. Ott lesz mindenki. Az apám, az öcsém és én. És én is. Nem, ne kapcsoljon semmilyen főfelügyelőt. Azt mondták, hogy Róte urat hívjam. Kapcsolná? Bűnügyi gyakornok. Igen? Úgy van. Akkor hívjon vissza, ha megjön. Jöjjön, csak jöjjön be. Köszönöm. Hiszen ismeri már a járást. Parancsol egy italt? Nem, köszönöm, nekem még korai. Szolgálatban nem? Nem, akkor nem. Hívtam egy párszor telefonon, de nyilván elment valahová. Igen. És? Tudja, nem bírtam már az üldögélést az irodámban. Megértem. De most az a helyzet, Derik úr, hogy sietek. Apám nagyon pontos ember, és ő vár vacsorára. Ott lesz még az öcsém is. Azért mondom, ha esetleg ellenőrizni akarja. Na igen, de ez alig ha szükséges. Tudomásul veszem. Gósz úr, kinek származik anyagi haszna a felesége halálából? Nekem. És? Csak nekem. Át akartam iratni a feleségemre az egész vagyonomat, de már nem tehettem meg. Az enyém maradt. És tudja, hogy mire adtam volna neki a pénzt? Egy hullámvasútra. Maga tudja, hogy ki ez az ember a rajzon, ugye? Nem tudok többet, mint ma délelőtt. Ez a rajz ma este megjelenik a tévében, holnap valamennyi lapban. Megtaláljuk az illetőt, de talán már későn. Gósz úr, miért nem bízik bennem? Segíteni akarok. De ahhoz beszélnie kell. Egészségére. Nagyon nagy bajba kerülhet. Ennél nagyobb bajba már nem kerülhetek. Halló, tessék? Igen, Róte. Hallgatom. Aha, ez érdekes. Max Terjung. Theodor Emil Richard és Jung. Terjung. Szervusz, van újság? Nincs, nekem elég volt már. Holnap is van nap. Hagyja, kolléga, mi már itt sem vagyunk. Gósz ma délután felbukkant az öccse cégénél a fantomképpel. A cégvezető azonosította azt a szemét. A neve Max Terjung, Rollman utca 36, Zommer lakás. Már itt sem vagyok. Gósz tudja? Igen. Én elmegyek az öreg Gószhoz, a konzulhoz. Én is. Maga itt marad és ügyel. Majd rádió jelentkezünk. De hát van ügyelet. Bocsáss meg, papa, nem tudtam elszabadulni, üzleti ügy. Hogyne, ti nem tudjátok, mi a pontosság. Kérlek, bocsáss meg. Hóman, tálalhatja a vacsorát. Igenis, konzul úr. Tessék. Nem. Én nem eszem veletek együtt soha többé. Soha többé. Tudod, hogy ki ez?
Csak azt tudom, hogy ezt a képet mutogatod mindenkinek. Ismered ezt az embert? Mi ez, vallatás? Vagy mi? Ez az ember nálad dolgozott. Ma reggelig. A neve Terjung. Azt ajánlom, tűrtőztesd magad! Tanúsíts nagyobb önuralmat! Tartozol ennyivel nevünknek és családunk becsületének. Becsület? Becsület? Igen, becsület. És én megparancsolom, hogy... Te még parancsolnál nekem? Igen, van még jog és igazság. Van. Gyere. Hallgass meg, ahogy a papa mondta, az igazságérzet diktálja. Gyere csak, tudom én, mit diktál az igazságérzet. Az Istenért, Tomás, hallgass végig, elmondom, mi történt valójában. Terjung csak végrehajtó volt. Eszköz a kezedben. A feleségem valódi gyilkosa. Te vagy. Nem, nagyon tévedsz. Tomás, hadd magyarázzam meg. Lelőttem egy gyilkost. Meghalt. Konzul úr! Tessék! Meghalt a fia. Tomás! Nem, a másik. Tessék. Jó napot. Elena Gósz vagyok. Beidéztek engem. Jó napot, asszonyom. Megtudhatnám, kérem, miért idéztek be? Azért, hogy kihallgassuk. Tanúként. Engem? Ugyan miféle ügyben? Nos, előbb talán foglaljon helyet. Parancsoljon. Köszönöm. Klein felügyelő. Jó napot. Tessék. Önök ismerik egymást. Tomás. Asszonyom, meddig is voltak önök házasok? 20 évig, ugye? Jó volt a házasságuk? Igen. Miért kíváncsi erre? Igen, harmonikus, boldog házasság volt. És végül mégis elváltak. Igen. Közös megegyezéssel váltunk el. A második feleségemet nem ismertem még. Közös megegyezéssel? Hogy kerül ide ez a téma? El kell tennem önnek egy kisé tapintatlan kérdést, asszonyom. Szereti még a férjét? Igen. A férjét vagy a vagyonát? Hol ismerkedett meg Terjunggal, asszonyom? Terjunggal? Mi közöd van neked Terjunghoz? Azt képzelted, belenyugszom mindenbe, amit velem műveltél. Hogy odavetted az én helyemre azt a jöttment fiatal nőcskét, hogy az a kis ribancé lett a férjem, a házam, a vagyonom. Igen, a vagyonom is. Aztán egy üzemi bálon megismerkedtem Terjunggal. A sógoromtól megtudtam, hogy milyen ember, hogy ült súlyos testi sértésért. Gregor nevetve azt mondta akkor, talán hasznát veheti egyszer egy ilyen alaknak. Ő nem vette hasznát.
Én viszont igen. Nem hiszem, hogy ezzel újat mondok. Nem. Az apja mindent elmesélt tegnap este. Letartóztatom gyilkosságra való felbújtásért. Kérem, vezess el. A kollégám közli önnel a jogait. Jöjjön. Nem az igazi bűnös levette le. Az öccsének feltűnt, hogy az ön elvált felesége és az egyik alkalmazottja, mondjuk, hogy furcsa kapcsolatba került egymással. Az első merénylet után beszélt a dologról az édesapjának, és az ön elvált feleségét akkor a családi tanács elé citálták, vagy mondjam inkább úgy, hogy a családi törvényszék elé. Ő pedig vallott. Elismerte, hogy Terjungot ő bérelte fel, de persze a család úgy határozott, hogy mélyen hallgat erről. Elvégre a jó hír neve forgott kockán, igaz? A becsülete. A második, a halálos merénylet. A családot is megdöbbentette, de még akkor is azt akarta ez a finom család, hogy ne legyen botrány. Az öccse ultimátumot intézett Terjunghoz. Vagy eltűnik, vagy a rendőrség kezére adják. Letartóztatom, mert bűnrészes egy gyilkosságban. Az öccse meggyilkolásában. Én igazságot akartam szolgáltatni. Nem. Ön nem igazságot akart, Gósz úr, hanem önbíráskodást. Bosszút. Ha bízott volna a törvényben, akkor érvényesült volna az igazság. Sajnos most már nem segíthetek magán. Bemutattuk a Derék című bűnügyi sorozatfilmjét, a Gózgyilkosság. Írta Herbert Reineker, Derék főfelügyelő, Horst Tappert, magyar hangja Szabó Ottó. További magyar hangok. Gávölgyi János, Szabó Sándor, Tolnai Miklós, Balog Erika, Dunai Tamás, Dallos Szilvia, Géci Dorottya, Zsurs Kati, Helyei László, Vajda László, Györgyi Anna, Perlaki István, Lippai László, Dobránszki Zoltán, Kis Mari, Haszmander Péter. Fényképezte Michael Georg és Hannes Fürbringer. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben. Magyar szöveg Asztalos József, hangmérnök Láng Noémi, rendezőasszisztens Szőnyi István, vágó Katona Edit, gyártásvezető Csáki Vera, szinkronrendező Hazai György. A filmet rendezte Franz Peter Wirth.